Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. Célzott dróntámadásokkal ölt meg két brit állampolgár Szíriában a Szigetország hadereje, erről számolt be David Cameron. A kormányfő szerint a két férfi az iszlám állam oldalán harcolt, egyikük azt tervezte, hogy Nagy-Britanniában hajt végre merényleteket, ezért az akciót jogos önvédelemnek nevezte a politikus. Ez volt az első alkalom, hogy brit állampolgárokat dróntámadással öltek meg. Két brit állampolgárral végzett Szíriában a Szigetország hadereje. A célzott likvidálásokra augusztus végén került sor, az akcióról most tájékoztatta a parlamentet David Cameron. Az iszlám állam két brit állampolgárságú fegyveresével végeztünk. Ők Nagy-Britannia és más nyugati országok elleni merényleteket terveztek, és ehhez a tervükhöz már aktívan toboroztak terroristákat. Célpontjai közszerepeltek a most nyáron esedékes, nagy érdeklődése számot tartó állami megemlékezések is, fogalmazott a brit kormányfő. A politikus a likvidálások részleteiről is beszámolt. A támadásokra önvédelemből került sor, alapos tervezést követően. Egyikükkel augusztus 21-én végzett a hadsereg, miközben autóját vezette Raqqa közelében. A dróntámadásban az iszlám állam további két tagja veszítette életét, mondta Cameron. Izraeli lapértesülések szerint a terrorszervezet egy másik parancsnokával egy szexrabszolgának elhurcolt nő végzett. Az eset körülményei tisztázatlanok, így azt sem lehet tudni, hogy pontosan milyen módon ölte meg az erőszaktevőt a nő. Egyes információk alapján lövésekkel végzett vele. A történteket megerősítette egy kurd politikus is, aki elmondta, a nő további sorsáról nem jutottak információhoz. A terrorcsoport nők ezreit tartja szexrabszolgaságban. Azoknak az asszonyoknak, akiknek sikerült megszökniük, azt mondják, elképzelhetetlen szenvedéseken kellett keresztül menniük. Bebörtönöztek minket, az ételünkbe szeget kevertek. Nagy tartályokból locsolták a vizet, de nekünk semmit sem adtak. Aztán egymás között csereberéltek bennünket, a gyerekeinket elvették, a fejünket fegyverrel verték. Egy jó dolgot nem tettek velünk, mondja egy kurdnő. A nő 4 éves fia egyértelmű jelzéssel mutatja, mire készítették föl. Adott esetben saját édesanyját kellett volna kivégeznie. A terroristák nők mellett gyerekeket is előszeretettel rabolnak el, belülük sokszor katonát akarnak faragni. Meg kellett fogni az ember fejét és felemelni, a másik kezemmel pedig elvágni a torkát. Számol be a sokkoló kiképzésükről egy 14 éves kurd fiú, akit az emberek lefejezésére is kiképeztek a terroristák. Az ENSZ jelentései alapján az iszlám állam több szexrabszolga kereskedő piacot is nyitott Moszulban, ahol főként jazidik, keresztény és síita nőket árulnak rabszolgának. Napok óta bombázza a huszi lázadók állásait Jemenben a szaúdiak vezette nemzetközi koalíció. A légitámadásokkal hivatalos indoklás szerint azt akarják megtorolni, hogy a felkelők múlt héten a szövetség mintegy 60 katonáját megölték. Közben Katar már szárazföldi egységeket küld a polgárháború sújtotta országba. Légicsapást mértek tegnap a húszi felkelők egyik katonai bázisára a Jemenben. A Jarinban található létesítményt szemtanúk szerint 3 találat érte, a közeli lakóépületeket pedig legalább 1. A lázadók szerint 12 civil halt meg, köztük nők és gyerekek, 25 másik ember pedig megsebesült. Előző éjszaka a fővárosi bombázásokban legkevesebb 9-en vesztették életüket. Brutális légicsapást mértek az egyik házra. Ott 7-en tartózkodtak, a szomszédos épületben pedig 2-en, köztük egy nő, mondta egy helyi lakos, akinek hozzátartozói közül többen meghaltak a légicsapásokban. A szaúdiak vezette nemzetközi erők eddigi legnagyobb eredménye az volt, hogy kiszorították a húszi felkelőket a dél-jemeni kikötővárosból, Ádenből. A fővárosban, ahonnan még nem tudták kiűzni a lázadókat, ma is folytatódtak a bombázások. A kórházunk bezárt, mert 2 gyerek meghalt a légicsapások erejétől. A betegeket átvitték 2 másik intézménybe, mondta egy kórházigazgató helyettese. Jemenben hónapok óta harcolnak egymással az Irán által támogatott síita húszik és a külföldre menekült elnökhöz hűséges erők. Szaúd-Arábia más arab országok támogatásával márciusban légi hadműveletet indított a felkelők ellen. A nemzetközi szervezetek és az ENSZ biztonsági tanácsa miért nem beszél erről? Meglep a hallgatásuk, és teljes mértékben őket tartjuk felelősnek.
Augusztus végén szaúdi szárazföldi egységek hatoltak be Jemenbe. Most Katar is 1000 katonát küldött az országba. Jemeni források szerint már úton vannak Marib felé, ahonnan a biztonsági erők a főváros elleni offenzívát készülnek indítani. Újabb kétnapos sztrájkot hirdetett a Lufthansa pilótáinak egy része. Az egyik pilóta szakszervezet tagjai az elmúlt másfél évben már 13. alkalommal szüntetik be a munkát. Az érdekképviselet a korai nyugdíjazás feltételei és a költségcsökkentési lépések miatt akar nyomást gyakorolni a cégre. A tervezetnél kevesebb járat szállt ma fel a németországi repterekről. A Lufthansa pilótáit képviselő egyik szakszervezet reggel 8-tól este 10-ig sztrájkot hirdetett. A légitársaság 84 nagy távolságon közlekedő személyszállító járatát törölte. 90-et önkéntesen jelentkező pilótáknak köszönhetően tudott elindítani. A teherszállító járatok közül mindegyik felszállt. Nem tartjuk jónak a szakszervezet hozzáállását. A sztrájk most a hosszabb távolságon közlekedő járatokat, holnap pedig a közepes és rövidebb távolságon közlekedőket érinti. Ezzel nehéz helyzetbe hozzák az utasokat és a többi alkalmazottunkat, ami többé nem elfogadható, mondta a Lufthansa szóvivője. A pilóták nemrég engedményt tettek a nyugdíjazási korral kapcsolatban. A tárgyalásaik múlt héten mégis megszakadtak a cég vezetésével. Már csak a nyilvánosságon keresztül üzengettünk. A kollektív tárgyalásnak a tárgyalóasztalnál kellene zajlania, de sajnos nem tudtunk konstruktív egyeztetést folytatni, mondta a szakszervezet szóvivője. Azokat az utasokat, akiknek törölték a járatát, a csoporthoz tartozó más légitársaságok vagy egyéb partnercégek járatai szállítják. Az utasok közül sokan idegesek, és meg tudom érteni őket. Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni, hogy külföldre szervezik az állásokat, miközben beterjesztettünk egy kompromisszumos javaslatot, ami nem érdekelte a Lufthansát. Sürgősen megoldást kell találnunk, de ehhez együtt kellene működniük velünk. Az idei pilótasztrájkok 100 millió eurós anyagi kárt okoztak a Lufthansának. Ha a légitársaság nem tud megállapodni a szakszervezettel, a jövőben újabb munkabeszüntetések várhatók. A tibeti autonóm tartomány megalakulásának 50. évfordulóját ünneplik a Kínához tartozó régióban. Az ünnepségeken a központi kormányzat 65 fős delegációval képviselteti magát. Peking a hétvégén kiadott fehér könyvben úgy fogalmazott, Tibet az aranykorát éli, a gazdasági fejlődés töretlen, és a tibeti kultúra megőrzésére is példátlan erőfeszítéseket tesz a kommunista kormányzat. Emberi jogi csoportok ugyanakkor azt mondják, a bővülő gazdaságból elsősorban nem a tibetiek profitálnak, a térségben pedig évtizedek óta semmibe veszik az emberi jogokat. A tibeti autonóm tartomány létrehozásának 50. évfordulóját ünnepik Lászában, a régió székhelyén. Peking közlése alapján a felvonuláson 6000-en vettek részt, az ünnepséget pedig 10000-ek követték figyelemmel a helyszínről. A néző sereg tagjai Tibet minden részéről érkeztek. Az elmúlt 50 évben a kínai kommunista párt vezetésével a szegény és elmaradott Tibetből egy új, szocialista Tibet jött létre, egy színes és vibráló tartomány, fogalmazott a Pekingből delegált küldöttség vezetője, aki beszédében megemlítette, 50 év alatt a régió GDP-je 68-szorosára nőtt, miközben bevételei közel 600-szor akkorára rúgnak, mint 1965-ben. A politikus beszédében ugyanakkor kemény fellépést ígért a szakadár hangok ellen. A jog által biztosított eszközökkel továbbra is küzdeni fogunk, és minden olyan destruktív tevékenységre lesújtunk, ami Kína területi egységét és Tibet biztonságát fenyegeti. Fogalmazott, kiemelve a dalai klik és a külföldi ellenségek áskálódását a régió stabilitása ellen. Az 1,2 millió négyzetkilométeres tartományt 1965-ben hozta létre Kína, 6 évvel azt követően, hogy a dalai láma Indiába menekült, miután sikertelen felkelést vezetett a kínai uralom megdöntésére 1959-ben. A probléma gyökere, hogy a régióban évtizedek óta megsértik az emberi jogokat, miközben a tibeti néppel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak. A gazdasági fejlődés tagadhatatlan, de ebből főként nem a tibetiek profitálnak, abba pedig, hogy milyen módon történjen a fejlesztés, végképp nincs beleszólásuk. Foglalja össze a régió ellentmondásos helyzetét az Amnesty International egyik ázsiai vezetője.
Peking azt állítja, a föld legmagasabban fekvő sík területe évszázadok óta Kínához tartozott, ezért jogosan csatolta magához a régiót. A tibetiek többsége ezzel szemben azt állítja, a térség független volt egy sor buddhista vezető uralma alatt. Habár elviekben a tibeti autonóm tartomány saját maga intézheti belügyeit, a valóságban ezt meghiúsítja, hogy annak vezetőit Peking nevezi ki. A régióban a külföldi sajtómunkások csak korlátozottan utazhatnak, a 2008-ban kitört véres kormányellenes tüntetések óta pedig rendkívül szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben. És ezek voltak a világhíradó hírei, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!